Egymás után érkeznek a kartonba zárt minősített dohánylevelek a gépsoron, a raktározó targoncáknak is gyorsan kell dolgozniuk. A hét elején kezdődött a Virginia dohányok felvásárlása a nyíregyházi székhelyű ULT Magyarország üzemében. Ennél a vállalatnál gyűjtik be a hazai termés 80%-át. Tavaly nagy volt az aggodalom, az aszály jelentős pusztítása mellett a megemelkedett energiaárak miatt is csökkent a termelés színvonala, az ágazat vezetőinek így gyorsan megoldást kellett találniuk a kialakult problémákra. A tavalyi év egy nagyon rossz évünk volt, talán mondhatom azt, hogy a közel 35 éves szakmai karrieremnek legsötétebb éve volt. A termésünk több mint 35%-át az aszály és egyéb tényezők miatt elveszítettük. Olyan gazdasági körülmények vettek körül bennünket, ahol a gazdálkodás szinte lehetetlen volt, az energiaárak naponta változtak, és gyakorlatilag több mint 10-szeresére emelkedett a földgáznak az ára a szezonnak a végére. Hál' Istennek ezen túl vagyunk. Megpróbáltuk 2023-ra stabilizálni a dohánytermesztés Magyarországon, és a termelőkörünket érdekeltté tenni abba, hogy folytassák a termesztést és kitartsanak az ágazat mellett. Egyik és talán legfontosabb ilyen lépése volt a társaságnak, hogy évelején több lépcsőben összesen több mint 60%-kal emeltek a felvásárlási árakon, emellett a termelők energiaár kompenzációt is igénybe vehettek. A dohánytermesztők ezután már csak abban bíztak, hogy az idei nyár időjárása sokkal kedvezőbb lesz a növény számára. Az egyenletes csapadék eloszlásnak köszönhetően jónak mondható a termés mennyisége és minősége. Egy teljesen más év, mint az elmúlt év volt. Csapadékban talán nem voltunk sokkal bővebbek, mint ahogy ezt általában az emberek gondolják, de viszont a dohány szempontjából nagyon jó eloszlású csapadékos évünk volt, főleg június, július és augusztus hónapokban. Jó erős közepes termésünk van, termésmennyiségben a szerződött mennyiséget vissza fogjuk tudni hozni, és minőségben úgy gondolom, hogy egy nagyon jó évünk lesz, mert a dohányok közepes minőségűek, vagy attól jobbak. A Virginia dohányok felvásárlása a termelők által feltöltött készletek függvényében egészen december első hetéig zajlik, azaz követő 2-3 hónapban pedig a bőrli leveleket gyűjtik Nyíregyházán. A felvásárolt készleteket Olaszországban dolgozzák fel mindkét dohányfajta esetében.